hogy itt vagy közöttünk, Szentelked által, nagyon hálás vagyok neked azért a dicsőítésért, amiben már kopogtattál a szívünkön. Uram, amit elkezdtél, én szeretném, hogyha tudnád ezt most folytatni, és egyetlen mentségem tényleg az, amit mondtál, hogy a mi gyengeségeinken keresztül tud a te erőd megnyilvánulni. Látod a félmeimet, látod azokat, amikkel küzdök, hisz a tiéd vagyok, és előtted zajlik az én életem. Látod a terheimet, a kérdéseket, amik bennem vannak, de olyan jó az, Uram, hogy téged hívhatlak segítségül, téged hívhatunk segítségül, és kérek, hogy ami a mai terved, azt hadd tud végbevinni. És kérlek, Uram, hogy ezt ne akadályozzuk se a saját életünkben, se a másiknak az életében. Kérlek, hogyha te gyógyítani akarsz ma, szabadítani, elindítani minket valamiben, vagy leállítani valamiben, akkor kérlek, ezt tedd meg. És nem akarjuk az iramát sem, meg az ütemét sem megszabni a te alakításodnak, a te formálásodnak. Kérlek, könnyűj rajtam, Uram, hogy azt a néhány gondolatot hadd tudjam átadni. És kérlek, hogy Szent Lelked által, amit csak te tudsz elvégezni, azt végezd el. Kérlek, olyan jó átélni azt, amikor előlépsz az igédből, és találkozol velük, és megszólítasz minket. Kérlek, hogy ezekben a néhány percben most tedd ezt. Folytasd azt, amit a dicsőítésben elkezdtünk, és kérlek, Uram, hogy legyenek ma megtérők, legyenek ma megújulók. Kezd rajtam a megújítást. Kérlek, Uram, hogy légy itt közöttünk Szent Lelked által. Nagyon szeretünk. És köszönöm neked azt az érzést, azt a döntést, azt a szeretetet, amit te is érzel felénk. Olyan sokféleképpen ezt kinyilvánítod. Nem véletlen, hogy itt vagyunk, hiszen kérlek, Uram, hogy szólíts meg. Üzenj nekünk valamit ma este, kérlek. Amen. Amen. Oké, akkor ha hoztatok Bibliát magatokkal, három igeverset szeretnék előjáróban felolvasni. Akár, tehát bármilyen formában hoztatok Bibliát, ezt keresétek meg. Mostában általában ilyen telefonokon szokott lenni a Biblia. Az is teljesen jó. Hát, ne, jobb ez igazadon. Van itt egyetlen wifi? Jaj, de jó. Akkor nem fogtok facebookozni közben. De vegyétek el nyugodtan a telefont, és keresétek ki. Aki ilyen old school, mint én, talán még nem látott könyvet, így néz ki. Így kell lapozni. Mózes első könyve, harmadik részében három igeverset hadd olvasok fel ma nektek. Így kellem. És köszönöm a mai cím az, hogy merre vagy, hol vagy, és mindjárt kiderül, hogy miért ezt a címet választottam. Mózes első könyve, harmadik rész, 8. versét olvasom. Nagyon, minden szóra nagyon figyeljetek. Mikor az alkonyat közeledett, és feltámadt az esti szellő, az örökkévaló Isten sétára indult a kertben. Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik, és olyan olvasunk, amire eddig még soha. Meghallották, hogy közeledik, és elbújtak előle, mármint Isten elől, a fák közé. De az örökkévaló Isten kiáltott. Ádám, merre vagy? Meghallottam, hogy jössz, és féltem tőled, mert mesztelen vagyok. Ezért elbújtam, felelt Ádám. Van egy hölgy, úgy hívják, hogy Virginia Satir, tényleg ez a neve, amerikai szociológus, és egy nagyon megdöbbentő történetet mondott el, hogy egy amerikai farmon nevelkedett fel vidéken, és a nagy farmukon volt egy óriási, láttam, egy óriási kondér üst, és döbbenet, hogy ebben a kondérban elmondása szerint a ilyen ugye a szappant főzött az anyukája. Tehát óriási nagy kondért képzeltek el, ilyen szappant főző kondért. Nyáron az alató munkásoknak meg a pörköltet főzték ebben a kondérban. Egyéb időszakban pedig a virágokkal is foglalkoztak, és a trágyát tartották benne a virágok ültetéséhez. És azt mondta ez a Virginia nevű hölgy, hogy amikor használni akarták, ugye attól függ, hogy az év milyen szakában akarták használni ezt a kondért, akkor mindig két kérdéssel szembesültek. Az egyik az, hogy mi van éppen benne, mert nem mindegy. A másik az, hogy mennyire van tele az a kondér. És hadd kezdjem rögtön, néhány kérdést tett Isten ma a szívemre, és ezeket szeretném nektek továbbítani. Isten egy mélyen érző Isten. És vannak kérdései, az, hogy kérdez, az már azt jelenti, hogy fel akar-e velünk venni a kommunikációt. Tehát nagyon-nagyon fontosak vagyunk neki. És az első kérdése az rögtön az, hogy hiszem, hogy Isten Szent Lelke azt akarja kérdezni, hogy mi van most benned, és meddig vagy tele. Hiányzol Istennek. Az Édenkert óta mi hiányzunk Istennek, mondta az egyik barátom. Vidd haza magadra ezt a mondatot. Nem csak ő hiányzik nekünk, hanem mi is hiányzunk Istennek. Azért kérdez, hogy merre vagy.
Ugyanúgy, mint az az apa, akinek nagyon hiányzott az ő fia, Lukács 15-öt, ha olvastátok, tékozló fiú példázata, egyik kedvenc példázatom, pontosan erről beszél, hogy egyszer odaállt egy fiú az apja elé, és azt mondta neki, apám, add ide a rámeső részt a vagyonodból. Ez egy nagyon, tehát ugye azt az örökséget kérte ki, amit általában akkor szoktak megkapni, amikor meghal az apa. Tehát ezzel csak érzékeltetni szeretném, hogy nagyon mélyen, fájó pontján megsérthette ez a fiú az apját. Ez a mondata körülbelül azt mondta, kicsit árnyaltabban, de azt mondta, hogy bárcsak már a föld alatt lennél. Körülbelül ennyivel fölért az, hogy még életében kikérte az örökségét. És azt mondta neki, kicsit más szavakkal, de a lényege az, hogy apám, minden kell. Kell a pénzed, kell az én vagyonom, de te nem kell lesz. Hogy fájhat ez az apának? És elment ez a fiú. Úgy volt, hogy na majd én megvalósítom magam. És mindannyi így kezdünk ezen a földön. Ma akarjuk magunkat valósítani. Ez a fiatalember belépett a posztmodern világba, ami az édenkertbe kezdődött, majd erről is mondok két mondatot. Meg akarta magát az új barátaival, elég érdek barátok voltak, valósítani magát. És belépett abba a versenyszérebe, amiből ti is ma jöttetek, meg én is. Milyen világban élünk? Minden pénzben mérnek, sikerben, vagyonban, szépségben versenyzünk. Már ilyen hülyeséget is hallottam, hogy annyit érsz, amilyen telefonod van. Ilyen fiatalokat kell elvi gondoznom, hogy jönnek, hogy nekem csak én nem tudom mim van, és mindenki rövőrajtam a suliban. Hát döbbenet. Hát hadd mondjam neked legelső örömírként, hogy nem annyit érsz, amilyen telefonod van. Luther Mártontól egyszer megkérdezték, hogy nagyon régen élt lelkész volt, azt nem egy mai celeb, csak ha valaki nem hallott Luther Mártonról biztos. Ő azt mondta, akkor megkérdezték tőle, hogy mennyit ér az ember, döbbenetes jó választ mondott, nagyon biblikus választ mondott, azt mondta, hogy egy Jézus Krisztus nyit. Ér. Nagyon fontos. Ennyit érünk. Isten elküldte, most ezt ünnepeltük karácsonykor, elküldte az ő fiát, mert te, aki most itt vagy, Jézus Krisztus itt érsz az ő szemében. És hát ez a fiatal ember elkezdett, miközben próbálta magát megvalósítani, fogyott el a pénze, fogytak el az ajándékok, fogytak el a barátai, és az a valaki, aki fiú volt otthon, az nemhogy nem sikerült magát megvalósítania, hát ismerjétek a történetet, még szolga is lett. És ez az élet, higgyétek el, saját magamról beszélek, az a irány, amit Istentől való távolodásban töltesz, az egy életellenes irány. Biztos, hogy vájúnál fogsz kikötni. Ezt garantálom, mert ismét magamról beszélek. Nem tudjuk, Isten magának teremtett meg, ezért olvastam fel ezt az édenkezdi történetet, magának az ő jelenlétében teremtett meg, ahogy énekeltük is, hogy olyan jó nálad, az ma az édenkert, hogy én otthon vagyok Istennél, és Isten otthon van nálam. Nem félek tőle, nem ijedek meg tőle. Nagyon fontos, hogy tehát identitás krízisben él minden ember, aki nem számol Istennel. Tehát te próbálod magad meghatározni, hogy ki is vagyok, addig nem fog menni, amíg nem számolsz Istennel. Isten mivel magának teremtett meg az ő jelenlétébe, így képzeld el, mint hogy van egy négyzet, ezt nemrég hallottam ezt a képet, és nagyon tetszett, benne van Isten, és benne vagy te. És magad csak úgy tudod értelmezni jól és helyesen, meg értékelni a másikat is, meg értékelni magadat is, ha számolsz Istennel. De az az ember, aki nem számol Isten, csak van egy négyzet meg ő, hát az sose tudja magát értelmezni, mert lehetetlen. Lehetetlen. Tehát te Istennél vagy otthon. És ahogy ez a fiú, nem maradt fiú, hanem szolga lett. Sőt, rabszolga lett. És egy nagyon megdöbbentő cikk jutott a kezembe. Nem olvasom fel az egészet, csak néhány sort engedjétek már meg, hogy felolvassak ebből az IPM-ből. Közben néhány képet majd mutogatok is. A rabszolgaságról, oké? Engem teljesen ledöbbentett ez a cikk. Hallottatok arról, hogy ma modernkori rabszolgaságról? Erről hallottatok már? Elképesztő. A rabszolgaság intézménye nem hivatalosan, természetesen, de napjainkban is működik. Becslések szerint gyárakban, bányákban, farmokon, éttermekben, bárokban, magánházaknál világszerte közel 27 millió gyereket, férfit és nőt dolgoztatnak akaratuk ellenére, és ez a szám 2,5 millióval nő évente. Döbbenet, ez tavaly cikk. Közel 1 millió embert ebből Afrikában és a Közel-Keleten. Erőszakkal, hát nem tudom, valahogy nem lehet úgy a lámpákkal, valamit csinálni, hogy legalább a képeket. Néhány képet hoztam, ezek mai képek.
Most mondjam el, hogy mit kéne látni, vagy még próbálkozom. Hogy ha ezt esetleg ki lehetne meg, mert azt a kettőt, csak egy pillanatra még végig szaladok. Ők sincs meg. Színpad felirat. Jó. Nem tudom. Nem. Akkor vissza, jó, amíg a kimaradtok. De ő van a dicsős. Ezek mind gyerekek. Erőszak a fizetés nélkül emberi szabadságok megfosztása mellett. A számolat egyben azt is jelenti, hogy ma több rabszolga van a világon, mint a történelem során eddig bármikor. Az elmúlt 50 év gyors gazdasági és társadalmi átalakulásának következtében nem csak a rabszolgák száma növekedett, az ember élet értéke is csökkent. Míg 1850-ben egy rabszolga ára mai értékben 40 ezer amerikai dollárnak felelt meg, ma 90 dollárt ér egy ember, egy rabszolga. Még jobban alakítja a képet, hogy míg 1850-ben nem volt könnyű vállalkozás elfogni egy szabad embert, intézmények, csel és ármány kellett hozzá, ma milliók válnak könnyűszerrel, tehetetlenül és védekezés nélkül a modernkori rabszolgaság áldozatává. A Free the Slaves nevű szervezet kutatásai szerint a világméretű rabszolgaság kialakulását a föld népességének megháromszorozódása, a városi migráció, a kiszolgáltatottság és a szociális hálók hiánya, valamint a korrupció és a gyérigazságszolgáltatás magyarázza. Afrikában kakaó, kávé és gyapott ültetvényeken, halüzenekben, bányákban, magánházaknál, úgynevezett házi rabszolgaság formájában, illetve prostituáltak körében a legjellemzőbb a jelenség. Oké, most ugrok egyet. A modernkori rabszolgák száma kíméletlenül tovább nő. Ha hozzáveszünk azoknak a családoknak vagy gyerek munkásoknak a számát, akik ugyan nem kényszerből, de a mély szegénység miatt kényszerültek emberfeletti és embertelen munkakörülmények között dolgozni. A Kongó folyó partján, így a fővárosnál, Kinshasánál is számtalan költörő munkaterület működik. Gyerekek, fiatal fiúk, egész családok, komplett családok görnyednek a kemény követ mellett, aszalodnak a tűző nap alatt, hogy a kősziklánkat egyre kisebb és kisebb darabokra vágva, zúzva, törve, építkezési kavicsot, sódert készítsenek. Hálátlan munka ez, amelyet több tucat gyerek is végez. Az iskolás korúak némelyike a szünidőt tölt itt, tehát a nyári szünetet, ugyanis a napi néhány dolláros keresetből félretett pénzből fizetik maguknak az iskolát, veszik meg a tanszereket és az uniformist. Nem kevésbé drámai történet, hogy családi vállalkozásokban a kisfiúk is besegítenek Alsó Kongó megye néhány téglakészítő üzemében. Az anyagos földből vetett tégla ugyanis jóval olcsóbb és ellenállóbb, mint a cementből készült. Ha napi 200 agyagtéglát kijönt a formából, 2 dollárt kap érte, mesélte büszkén egy kisfiú. Ha valami döbbenet, és szörnyű erről hallani is, meg olvasni is, de én ezt most mind, tehát nem ilyen sokkolásképpen hoztam ezt nektek, hanem azért, hogy lássuk meg azt, hogy szörnyű ez a rabszolgasság, ez a szolgasság. De van egy még szörnyűbb szolgasság, rabszolgasság, amiről még ma szeretnék szerintem már nem szólni. Ez pedig az ördögnek a különböző láncai, amiket próbál minket lekötni. Hadd mondjam azt nektek, hogy egy rosszabb van a rabszolgaságnál, meg a szolgasságnál. Ebben is mester voltam, meg néha vagyok is, amikor úgy csinálunk, mint a szabadok lennénk. Az még rosszabb, mint a szolgaság. Mert évekig át becsaphat ezzel az ördög. Hogy úgy dicsőítünk, én akkor magamról beszélek, miközben a lelki fülemmel hallom magammal a láncok csörgését. Volt ez a 18 éve görnyed hátorszony, olvastatok róla a Bibliában? Úgy jár szombatról szombatra a zsinagógába, hogy azt olvassuk az Isten igében, hogy megkötözte őt az ördög. És a görögben ráadásul egy olyan kifejezés van, hogy napról napra görnyed ez az asszony. Tehát nem egyszerre, hanem görnyed. De úgy volt vele, mint ahogy mi szoktunk lenni, hogy ezzel a kis bűnnel én még úgy el vagyok. Én elég erős vagyok, még tudok vele küzdeni, én ezt le fogom győzni. És görnyedünk. És gondoljatok bele a szombati napnak az ünneplését, Isten azért rendelt el, mert szombaton mit ünnepel a zsidóság? Szombatról szombatra azt, hogy Izrael az Úrra szabadítónk, és mi győztesek vagyunk. Minden szombaton ezért mentek az Isten tiszteletre, így dicsőítették Istent, hogy ő a mi szabadítónk. És szombatról szombatra jött ez az asszony,
görnyedt háttal, és így dicsőített. Hogy megkötözte őt az ördög. És a legdurvább az az, hogy ezt hozzá lehet szokni. Biztos a ti gyülekezetekben is talán van ilyen ember, lehet, hogy ott is úgy gondolták a zsinagógába, hát igen, ő a görnyedt hátul élni. Így jár már 10 éve, így is megy haza mindig, úgy, jön, úgy megy el az Isten házából, ahogy jött. És ezt hozzá lehet szokni, ő maga is lehet, hogy megszokta, mint hogy te is megszoktad a bűneidet, amik ölnek, láncaidat, görnyedtségedet. Hozzá lehet szokni a görnyedtséghez a másik ember életébe. Ott történt változás, hogy Jézus találkozott ezzel az asszonnyal. És azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább. Meg kell szabadulni ez az asszony. És ott persze kicsapta a biztosítékot, hogy szombaton gyógyítottam meg, és ott jöttek a vallásos szent fazekak, hogy miért nem tudtam még egy napot várni, miért ma kellett megszabadulni. És utána csak egy dicsőítésre olvasunk, megszabadult ez az asszony, kiegyenesedett, és elkezdett újongva dicsérni. És nagyon megítélt ez a történet, mert néha én is görnyedten dicsérek, még ha az nem is látszik rajtam, és sokszor azért nem tudom tiszta szívvel dicsérni, meg dicsőíteni, mert le vagyunk láncolva. És különböző dolgokkal kibékültünk, amikkel nagyon nem kellett volna kibékülni, de majd nagyon jó ír az, hogy Isten tud, meg akar szabadítani, és hiszem, hogy fog. Hogy ne kelljen görnyedt háttal elhagyni ezt a termet, hanem felegyenesedve. Tehát, ahogy ez az apa várta az ő fiát haza, egy másik apáról is hadd beszéljek, aki nem csak várta, hanem kereste is. Nézzetek a szemébe, olyan jó az a kép, Lee Elpinek hívják ezt a bácsit, a New Yorki tűzoltó. A fia ott volt, amikor szeptember 11-én leomlott. Az első között volt, aki berohant az épületbe menteni az embereket, és ráomlott. Az első között volt szintén abban is, akik ráomlott ez az épület. És hát a New Yorki tűzoltóság szerintem egy szenzációs csapat, ott van egy ilyen kimondatlan szabály, hogy csak is, tehát se hatóság, se senki, csak is saját, tehát csak a saját bajtársaik vihetik a megsérült társukat, saját vállukon ki. És az apa elkezdte az ő fiát keresni rögtön első nap. És nem találta nyilván a törmelékbe, elkezdte második nap keresni, harmadik nap, negyedik nap. És kereken 3 hónap telt el, december 11-én, minden nap leállították, hogy semmi értelme ennek, hagyd már, nem fogod megtalálni a fiadat. Semmi értelme a keresésnek, minden nap ezzel találkozott, és 3 hónap elteltével megtalálta a fiát, és a saját kezén vitte ki. Ez egy, hogy mondjam, ez egy szép történet, de gyengén mutatja még ez a szép történet is azt, hogy Isten se fárad bele a te keresésedbe, és kérdezi azt, hogy merre vagy, drága gyermekem. Nem lenne velem sokkal könnyebb? Nem lenne velem sokkal könnyebb? És nem csak azt kérdezi, hogy merre vagy, hanem azt is kérdezi, de nagyon fontos neki, hogy hogy vagy. Ez a ma estének a másik fő kérdése. Hogy vagy? Van egy Joel nevű ember az Ószövetségben, kis proféta, nagyon jó az ő könyve, nagyon nehéz időszakban született. Isten népe éppen a fogságból hazajött, minden le volt tarolva, le volt rombolva, elkezdték az újjáépítést, de az állandó fenyegetésektől, meg állandó üldözésektől szenvedett ez a nép, mert mindenki támadta őket. Ráadásul abban az évben, amikor visszajöttek, azt olvasjuk, hogy sáska is pusztított, meg asszály is. És az első, azt hiszem az első vagy a másik fejezetben van az a legfájdalmasabb mondat, azt ír a proféta, hogy eltűnt az élet öröm is, az élet kedv eltűnt Izraelből. És nagyon megfogott ez a mondat. Eltűnt az élet öröm Izraelből. Pál egyszer ír a Galatákhoz írott levelet, magam előtt el tudom képzelni, hogy írja, azt hiszem azt is egy börtönben írta, a megtérés után összesen 7 évet volt szabad lábon, ezt csak úgy zárójelben mondom, a többit által börtönben törtötte, de amelyik börtönben volt, ott alakult egy gyülekezet, azért ez se semmi. Sose úgy volt vele, hogy ez most baleset, meg Isten tévedése, hogy itt vagyok, hanem ahol volt, ott éppen végeztem mindig az ő munkáját. De akkor ez most zárójelben bezár. És úgy írja a Galatákhoz írott levelet, és ilyen nagyon mély teológiát ír. És egyszer csak, mintha fölemelni a fejét, és elgondolkozik, és azt kérdezi a Galatáktól, hogy Galaták, hová tűnt a ti boldogságotok? Annyira jó, hogy Pált az érdekelte. És hadd kérdezze ezt meg Isten szent lelkem a tőled, hogy hol van a boldogságod? Van életkedved? Van életörömöd? Hadd mondjam azt, hogy a boldogtalanság az nem egy állapot. Ha elhiszed azt, hogy egy állapot, akkor nem fogsz belőle szabadulni. A boldogtalanság az nem állapot, hanem egy tünet. Jelzi azt, hogy baj van. Kapcsolattörés alakult be. Mész a vájú felé.
távolodsz az otthontól. A boldogság se egy állapot. A boldogság az egy felvállalt útnak a következménye. Az a baj, Gyökösi Endre egy, és nem az a baj, hogy Gyökösi Endre egy lelkipásztoros pszichológus, hanem azt mondta, hogy az a baj, ő ezt mondta, hogy ma vannak örömöcskéink, de nincsen örömünk nagybetűvel. Abszolút így van. Ilyen boldogság morzsákból élünk, azt csipegetjük, próbáljuk habzsolni az életet, és egyre boldogtalanak érezzük magunkat. Jézus azt mondta, hogy az én örömömet kínálom nektek. És ez nem olyan öröm, hogy ilyen mindig tehát így füledig ér a szád, hanem ez sokkal több annál, ez nem csak érzés. Pál azt mondja, hogy én szomorkodó vagyok, de mindig örvendező. Ezért volt az, hogy tudott énekelni összevert háttal, kalodába zárva, a Filippi börtönben. Ő nem viselkedett, nem úgy csinált, mint a hívő lenne, hanem egyszerűen olyan békesség volt a szíve, meg olyan öröm, amit remélem, hogy mi csak nem csak olvasunk róla, hanem hadd mondjam azt örömmérként, hogy ezt mi is tapasztalhatjuk. A nagy kérdés az, hogy mik azok az örömlopó dolgok az életedben, és ma erről szeretnék beszélni, ami lopja az örömödet. Mikes Samu mondta, az nagyon tetszett ez a kép, hogy a sátán a legnagyobb energia vámpír. A bűn az nem csak kapcsolatot tör, hanem a bűn az sebez is. És hadd mondjam azt, hogy mi nagyon sokszor csak az első felével szoktunk foglalkozni, hogy Uram, bocsáss meg a bűnémet, megbocsátja, oké, de mi van a bűnök okozta, meg ütötte sebeiddel? Repedések. Folynak Isten ajándékai rajtuk keresztül. Öröm, szeretet, békesség. És akkor kérdezik azt, hogy hogy vagy, és megint magamról beszélek, csomószor azt mondom, hogy fáradt vagyok. És tényleg, néha fizikálisan is fáradt vagyok, de mindig elgondolkozok, hogy ez biztos, hogy fizikai fáradtság? Nem lehet az, hogy ki vagyok fosztva, és a sáskák rabolják az életemet? És valami megtűrt bűn van az életemben? Nagyon könnyen lehet. Nagyon könnyen lehet. Sokkal könnyebben, mint azt gondolnám. Úgyhogy ma ilyen, a bűn az egy parazita. Úgyhogy ma ilyen, meg mint a gomba, van egy, vagy volt egy szilvafánk, abszolút nem értek a kertészkedést, ez a gyülekezeti udvaron gyakorlatilag minden fát kipusztult, tehát ez a honlapunk szobaján. Szégyellem is, de hát már tudják, hogy ilyen vagyok. De abszolút nem értek a növényekhez. Volt egy szilvafa, totálisan el volt gombásodva. Jött egy nem nagy vihar, volt éjszaka egy vihar, reggel azt nézem, hogy három felé van törve a fa. Annyira gombás volt. És hadd mondjam azt, hogy ma rengeteg elgombásodott hívő van, ilyen lelki értelemben. Van, Colorado Long Peak-en van egy ilyen, hogy is, minek mondják, ilyen nemzeti park, és ez egy általában 400 éves fa. A brutálan, látjátok ezt a két embert? Ez két ember. Ekkora, hogy is hívják, annyira nem értek hozzá, a kölcse. És elmondták az emberek, hogy ez egy olyan fa, hogy 400 év alatt rengeteg ilyen lavinát túlélt, rengeteg vihar túlélt, még földrengés is volt, azt is túlélte. Szerintetek mi ölte meg ezt a fát? Nem? Nem kivágta? Hogy? Gomba, de ilyen kimondott olyan kis parazita, amit így el lehetne taposni. Szó, na kösz. Ki mondta? Szuper. Szó, igaz? Megölte ezt a fát, amit se vihar, se földrengés, se lavina, semmi nem tudott kicsinálni, most így mondom, bocsánat, hanem a szó, ez a pici állat, amit úgy mondom, el lehetne taposni, kidöntötte ezt a fát. Tehát nagyon kérlek téged, hogy ha úgy vagy vele, hogy hát ezzel a kis bűnnel én most még itt eljátszatodok. Tudjátok, hogy hány ilyen párt kell elkigondozom, akik eljátszottak meg engedtek maguknak pici dolgot? És megy tönkre a kapcsolatok a szemem előtt. És még nem is látják ezt bűnnek vagy bajnak, majd később fogják. Vagy akik már látták, hogy itt már baj van. Meg lehet állni. Jó hír az, hogy csak akkor rabol le a sátán, ha ezt engeded neki. Ez nagyon jó hír. Ha nem engeded, Isten le tudja benne győzni ezeket a dolgokat. Meg a láncaikat, az ördög összes láncát szét tudja Jézus szakítani. Majd erre még szeretnék visszatérni, de akkor menjünk most tovább. És néhány fontos kérdés. Szoktak azon gondolkodni, hogy van-e élet a halál után? Nagyon fontos kérdés. De egy francia gondolkodó föltette azt a kérdést, és hadd hozzam elétek is. Nem csak az a kérdés, hogy van-e élet a halál után. Legalább ilyen fontos kérdés az, hogy van-e élet a halál előtt. Hogy életnek-e lehetne azt nevezni, amit te csinálsz.
A Bibliában két szó van az életre. Az egyik most kis görög óra, mind a kettőt érteni fogjátok szerintem. Az egyik a biosz, élet, ez a biológiai élet. Eszünk, iszunk, élünk, vagyunk, de hát a növényvilág is képes, meg az állatvilág is, tehát azért ez nem egy nagy szám, hogy... És sokan így halnak meg. Megszületnek, éldegélnek, leledzenek, úgy egzisztálnak, úgy vannak, aztán meghalnak úgy, hogy nem is éltek. A másik élet, amit csak akkor kapsz, ez a szellem életnek hívja a Biblia, János 10:10-ben is erről olvashatunk, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, itt az a szó, hogy zoé élet. Ez az ilyen megváltott szellem élet, amit akkor kapsz Jézustól ajándékba, amikor átadod neki az életedet. És ilyen, Pál ezt nagyon sokszor használja ezt a képet, azt hiszem Filippi meg Kolossé levélben is, hogy minket életre keltett a halálból, amikor megtértünk. Szóval ezzel is azt mondja Pál, hogy addig igazából én nem is éltem. Van egy tök jó sírfelirat, gondoltam, leírom nektek, annyira tetszik, nemrég olvastam, hogy az életben sose boldogultam, de mindig boldog voltam. Mennyi jó az a mondat? Van egy másik sírfelirat is, francia nagyon gazdag ember, azt kérte a barátaitól, a jó dolgában már tényleg nem tudott mit csinálni, annyi pénze volt. Bejárt az egész világot, mindenki az ütelő, hogy milyen boldog. Michael Jackson is az egyik koncertje után elsírta magát, hogy valószínűleg én vagyok a világ legboldogtalanabb embere, mondta ő, dollármilliókkal a zsebében. És ez a francia ember is azt kérte, hogy figyelj, írjátok rá azt a síromra, hogy a világ legboldogtalanabb embere. Nemrég régészek Róma alatt találta a katakombákban, ahol a keresztény testvéreink temetkeztek, és azon a részlegen, ahol valószínűleg a Kolosszeumban ölték meg őket, vagy állatok, vagy gladiátorok, egy ütött kopott sírt, alig tudták elolvasni a feliratát, de az volt ráírva, hogy a világ legboldogabb embere. És akkor mi a boldogság? Olyan jó lenne, hogyha ma úgy érzed, hogy örömlopó dolgok vannak az életedben, és foszt a sátán, az energia vámpír, meg paraziták vannak az életedben, Jézus ezektől meg tud téged tisztítani, meg tud és meg akar, hogy igazi öröm és igazi boldogság jellemezzen. És mi ennek az útja? Még ezt nézzük meg. Lapozzatok oda a 32. Zsoltárhoz. Dávid egy nagyon érdekes ember volt. Amikor ezt a Zsoltárt írta, karrierjének a csúcsán volt. Építette az imidzsét. Az egész nép szerette őt. Ma is úgy beszélnek, ha azt mondod, hogy egy zsidónak, hogy a király, mindenki egyből Dávidra gondol. Akkora volt a birodalom az ő idejében, mint soha. Ütőképes flottája volt, hadserege, mindene megvolt. És már úgy volt vele, hogy már nem ő ment, mint régen a harcokba, hanem fizetethet itt a zsoldosokat küldött, és nagyon volt arra ideje, hogy nézegessen. És egyszer csak meglátta Becsabét. És elindult a lejtőn. Belekerült a paráznasság vétkébe. Ezzel nem foglalkozott, és mivel nem foglalkozott ezzel a bűnnel, elindult egy lejtőn, és jött a következő, jött a gyilkosság bűne. És hadd mondjam azt, hogy ha te nem foglalkozol a bűneiddel, Isten fog velük foglalkozni. És valahogy fogsz velük találkozni, mert az egyik bűn, az mindig kaput nyit a következőnek. És miközben Dávid építette a színfalak előtt, a színpadon gyönyörű volt, hát mindenki úgy volt, ráadásul megölette Úriást. És amikor hazahozták a holttestét Úriásnak, akkor Dávid a király azt mondta, hogy hát a hadi özvegyet én elveszem, és a gyerek hadjárát én fölnevelem. Hát ott meg pláne újongott a nép, hogy milyen királyunk van. El tudom képzelni, hogy Dávid bement a termébe, és szemen köpte magát. Ugye tudnátok, hogy milyen vagyok. Sötétségben botorkált ekkor az időben. Kint minden jó volt, színfalak mögött pedig ment tönkre Dávidnak az élete. És ismét magamról beszélek, ha te is így vagy itt, hogy a színfal minden oké. Minden oké. De belül te tudod az igazságot, és már tükörbe se tudsz nézni, akkor olvasd el a 32. Zsoltárt, mert ezt írja, ameddig eltitkoltam bűneimet, még csontjaim is kiszáradtak, naphosszat segítségért kiáltoztam. Éjjel-nappal rám nehezedett kezed, örökkévaló. Erőm kiszáradt, mint a fű a tikkasztó forró nyárban. Ezt én is átéltem. Hogy száradtam ki belül, szikkadtam, mást mutattam kívülről, de belül ez volt. És mi a megoldás? Jött Nátán proféta, és akkor nagyon jó, amikor Isten valakit küld az életedbe, mert te már sötét vagy és nem látsz, és valaki fölkapcsolja a villanyt. És Nátán volt az, aki Dávidra fölkapcsolta a villanyt, és Dávid azt mondta itt az 5. versben, de megvallottam neked bűnömet, nem takargattam tovább. Azt mondtam, bevallom az örökkévalónak vétkemet, te pedig megbocsátottál nekem, örökkévaló. Ez a megoldás.
ez a megoldás, hogy végre meghozni azt a határozott döntést, hogy ne, ez így nem megy tovább. Megyek tönkre én is, megy tönkre a környezetem is, mert a bűn már csak ilyen fertőz. Nem csak neked árt az, hogy te bűnöket takargatsz, hanem ifidnek, gyülekezetednek meghatározhatja az ifid misszióját, a gyülekezeted misszióját. Gondolj Ákánra. Nem magánügy az, hogy te miket, milyen sötét dolgokat cipelsz. De annyira tényleg, annyira örömmel meg szeretettel mondom, hogy ezeket a sötét dolgokat ma le lehet tenni. Itt lehet őket hagyni. Ma meghozhatod azt a döntést, hogy de, vétkemet megvallom. És jó átélni azt, amikor szakadnak a láncok. Akár már a rozsdás láncok. Hadd mondjak megint egy epizódot. Volt egy rab temetés, nemrég mesélt az egyik barátom, hogy meghalt egy rabnak a nagypapája, és megengedték neki, hogy elmenjen a temetésre. És valami döbbenet látvány volt, ő volt ott a pásztor, aki temette ezt a bácsit, azt látta, hogy megérkezett a rabszállító kocsi, és két, mint az amerikai filmekben, két ilyen fegyveres őr kísérte az unokát, láncba verve. Ilyen póráz volt rajta, a bokalánc, ment a ravatalozóba, utána megtörtént az alkalom, beszálltak a rabszállítóba, mentek a temetőkertbe, ott is így kiszállították fegyverekkel láncostól, és azt mondta, hogy ez valami szörnyen groteszk látvány volt. És tudjátok, hogy hányszor mentem úgy imaházba, hogy így vezetett az ördög pórázon? Nem zavar az imaház meg, ha elmész a gyülekezetbe. Vissza pórázon. Gyere, menjünk az imaházba vasárnap reggel. Ha leül, még meg is könnyezheted az alkalmat. Még hozhatsz fogadalmakat is. Aztán vezet vissza. De ez véget érhet, nem kell, hogy így legyen. Abszolút nem kell, hogy így legyen. Minél hamarabb leállítja Isten az életedben ezt a romboló munkát, azt mondja Jézus az ördögről, hogy ő lop. Azért jött, hogy lopjon, öljön. De én azért jöttem, hogy az életemet adjam érted. Dávidnak volt sötét korszaka, de volt világos korszaka is, és még erről befejezésképpen hadd szóljak, amikor fiatal korában ott volt Góliát. És mindenki úgy volt az egész izraeli csapatban, Izraelnek az a jelentése, hogy Izrael az Úr győztesei. És ott reszketnek. Az a Góliát ott üvöltözik, az Úr győztesei végighallgatják, hogy káromolják Istent, a mi Istenünket, utána meg befutnak a sátrunkba. Annyit olvasottunk róla, hogy csatazajt csináltak. Nem harcoltak, csinálták, verték a lándzsát a pajzshoz. Ennyi volt a csatazaj. Na, mai keresztények is ez nagyon értünk, harcolni nem merünk, csatazajt csinálunk, aztán befutunk a sátorba. Saul is úgy volt vele, hogy látta Góliátot, és Istenéről már elfeledkezett. És Góliátot nagyobbnak látta, mint Istent. Illés is volt így, hogy Jézabelt meg Ahábot nagyobbnak látta, mint Isten. És ott egyetlen egy ember volt, Dávid, aki látta, hogy Góliát egy böszme nagy ember, hatalmas nagy ember, de azt is látta, tehát reálisan látott, nagyon nagy, neki is nagy volt Góliát. De azt is látta, hogy Góliát az én Istenem nagyobb, mint te vagy. És ezt a képet csak is győztek, legyőztek Góliátot. És ezt a képet csak azért hozom, mert nem tudom, hogy mi az az életedben, ami már Góliáttá nőtt. És mellett akarja Istent is. És nagyobb. Nagyobb az életedben, mint Isten. Legalábbis úgy látod. Hadd mondjam azt, hogy nem Dávid, de Dávid fia. Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt ezt ünnepeltük, eljött és legyőzte az összes Góliátodat, amivel te ma küzdesz. Minden Góliátodat legyőzte. Egyet kér, mint amit Bartimeus ott mondott. Mindenki csitítgatta. Vannak ilyen csitítgató testvérek szerintem minden gyülekezetben. Maradjatok már, nem kell. Aludjatok, hogy Bartimeus is ott csitítgatták, hogy mit gondolsz? Hát Jézus szerinted veled fog foglalkozni. És Bartimeus egy mondata volt. Azt mondta, hogy Jézus, ez már hitvallás, szabadító, könyörülj rajtam. És Jézus odament, és megkérdezte, hogy mit tehetek érted. És ez az örömüzenet, hogy jót kért Bartimeus. Nem vakvezető kutyát kért, nem napszemüveget, nem alamizsnát, hanem szabadítást. Az a baj, hogy mi is sokszor nem szabadulni akarunk a cellából, hanem komfortosan berendezzük a cellát. Hát mai börtönök röhelyesek. Tehát Pál apostol nem olyan börtönben volt, mint Stoll András, hogy DVD, meg LCD TV, meg szabad kiárat, mint a mai börtönökben, hanem kicsit másféle börtönben volt Pál apostol. De nekünk is vannak ilyen börtönek, és ez olyan döbbenet, hogy nagypénteken minden cellajtó, ilyen lelki cellajtó kinyílt. És mi sokszor ott ülünk bent, nem merünk kijönni.
és nem kijövünk a cellánkból, amelyek már nyitva van az ajtaja, hanem berendezzük. De Jézus már kihív a cellából, mint Zákeus, leírta a fára, gyere már, nem ott van a helyed. Isten hívta Ádámot, hogy Ádám, ne a bokorba legyél, nem ott van a helyed. Én nem oda teremtettelek. A jelenlétembe teremtettek. Miért félsz? A bűn az már ilyen? Annyi, az első bűneset, annyi addig ismeretlen érzést szakított a nyakunkba, félelmek Istentől, magunktól, egymástól. Isten mind ki tudja az életünkből takarítani ezeket a félelmeket, ezeket a parazitákat, annyit kér, hogy engedd. És tényleg gondolkozz azon, hogy mi az életedben a Góliát, amivel már nem tudsz mit kezdeni, mert beengedtél az életedbe olyan dolgokat, olyan erőket, olyan szokásokat, amik már leuralnak, és úgy érzed, hogy kész, nincs felettük erőd, meg hatalmad. Jézus azt mondja, hogy oké, az összes bűnödnél nagyobb vagyok, legyőztem az összes bűnödet. Nem kell, hogy tovább szívják az életedet. Akarok segíteni. Ennyit kér Jézus, hogy engedd, hogy segítsek. Van Simoni Weil-nak egy nagyon jó mondata. Isten türelmesen vár arra, hogy végre beleegyez abban, hogy szereted őt. Hogy vagy? Ez ma Isten kérdése. Merre vagy? És van-e hely a szívedben? Jézus már születése előtt megtelt táblákkal találkozott. Karácsonykor erről hallottatok. Minden fogadós kiírta magára megtelt. Nincs hely számodra. Jézus egész életében ezzel találkozott. Nincs hely. Ő azt mondta, hogy nincs hova a fejemet lehajtanom. Végül egyetlen egy helyet adtunk neki. Kereszt. És milyen érdekes ez a párhuzamos kép. Ádám a bűneset után fázott, bújt. Ugyanúgy, mint mi is. Ha van vaj a fülünk mögött, cipelünk valami terreket, bújunk, menekülünk az emberek elől, és ezt figyeljétek meg. Akkor nem jó ott közösségbe sem menni. Mert tudod, hogy takargatsz valamit. Ádám is bújt. És Isten adott, gondoskodott róla, és ahhoz, hogy állatbőrből készítsen Isten neki ruhát, ez az első áldozat a Bibliában. Annak, ahhoz vérnek kellett fornia, hogy Isten betakarassa az emberpárt. És ott van Isten fia, maximum egy ágyékkötőben a kereszten, és a megbocsátani szó, akár a héberben, akár a görögben azt jelenti, hogy betakar. Hogy Isten betakar, elfed, el akarja venni a bűneidet, le akarja szakítani a láncokat. És nem tudom, ki ismeri Marshall János bácsit, egy nagyszerű lelkipásztorunk volt az egy gyülekezetben, ahol én jöttem. Elég fiatalon megvakult, és sose felejtem azt az arcot, ahogy imádkozta ezt a mondatot, még réges-régen, hogy fölnézett az égre, az egyik háladó nap Isten tisztelet után, és ez a mondat nagyon megfogott, óriási igazság, és ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy Isten nem tudja nélküled elképzelni a mennyországot. Ott akar látni, készíti a helyet. És azt akar, hogy hagyjuk el ezt az úgy csinálunk, mintha kereszténységet. És éljünk igaz életet, amit életnek lehet nevezni. Szabadítani akar, szabadítani tud, metszeni akar, az összes fertőzéstől meg akar minket tisztítani, és meg akar ajándékozni igaz élettel. Én hadd mondjam nektek azt, hogy remélem, hogy most majd fogunk dicsőíteni. Van itt egy teremén oda, majd ki fogok menni, mert nekem is nagyon kell imádkoznom. Ha úgy vagy, hogy terhel valami, akár már megtértéktél, de beengedtél az életedbe bűnöket, küzdesz dolgokkal, imádkozzunk. És tudom, hogy Isten tud és akar szabadítani. Akár úgy, hogy még sose döntöttél, ma dönthetsz mellett, dönthetsz az élet mellett. És nagyon kérlek arra, hogy így lásd magad, ahogy Isten lát. Az ördög el akarja veled azt hitetni, hogy értéktelenek vagyunk. Ezt velem is el akarja számtalanszor hitetni. Máté 13.44-ben van egy nagyon szép igeves, ott Jézus Krisztus a mennyországról beszél, amikor azt mondja, hogy a mennyország hasonlatos ahhoz, amikor egy kereskedő talál egy drága kincset a földbe, azt megtalálja, kiássa, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, hogy megvesse azt a szántóföldet, amiben volt az a kincs. És ez nem csak a mennyországról hasonlat, hanem rólad és rólam is hasonlat. A világ a szántóföld, ez a kereskedő Jézus, olvasd el a Krisztus himnuszt, örömében eladja, amilyen van mindenét, hogy megvásárolhassa azt a földet. És te vagy az a kincs a földben, Isten így lát téged. Lehet, hogy koszos kincs vagy, lehet, hogy letaposott kincs vagy, de kincs vagy. Nagyon értékes és nagyon fontos kincs vagy. Mert az Ószövetségben azt mondja Isten,
Ha titeket valaki bánt, a szemem fényét bántja. Így tekint rád Isten, és szeretne együtt ünnepelni veled a mennyországban. És már itt a Földön szeretne veled ünnepelni, és igazi örömöt adni. Nem örömöcskéket, meg boldogság morzsákat, hanem igazi, maradandó, akár körülményektől független örömöt is. Nem rajtad áll, hanem rajtad. Akkor dicsőítünk egyet? Hát is, oké. Okay.